Az Orosz Föderáció. A zászló három színből áll. A három vízszintes csíkon kívül nincs más grafikai elem. Fontos megjegyezni, hogy az orosz zászló három színének szimbolikus jelentésére nincs hivatalos magyarázat. A fő oké az, hogy a zászló valószínűleg a véletlen eredménye, nem pedig egy mély jelentésű zászló létrehozására irányuló bonyolult kísérlet. Azonban számos különböző értelmezés létezik arról, hogy a színek mit jelenthetnek. A Resebion szerint, amely egy hosszabb cikket közöl a zászló eredetéről, széles körben elfogadott, hogy a fehér szín a békét és a tisztaságot szimbolizálja. A kék a hit és a hűség színe. A piros szín pedig az erőt és a vérontást jelenti a hazáért. De miért ez a három szín, és miért egy három vízszintes csíkos dizájn? A legenda szerint a zászlót erősen befolyásolja, és így lette a holland nemzeti zászló. A dizájn ugyanaz és ugyanazokkal a színekkel, de a színek más sorrendben vannak elrendezve az oroszban, mint a holland zászlóban. Ennek oka Nagy Péter cárhoz és a holland hajók iránti rajongásához köthető. Nagy Péter 1672-ben született, és mindössze tíz éves volt, amikor Oroszország cárja lett. A legtöbb történész a modern orosz állam alapítójaként tartja számon. Fiatal korában más európai országokban járt, köztük Hollandiában, ahol nagyon lenyűgözte a holland hajóépítő mesterség. Ambiciózus tervei voltak Oroszország modern állammá alakítására. Az orosz haditengerészet építése ennek a programnak a része volt, és Hollandiába látogatott, hogy megismerje a legfejlettebb hajóépítési koncepciókat és technikákat. A zászló, amelyet az 1690-es években a kereskedelmi flotta számára választott, a holland piros-fehérkék trikolór tükrözte, de a színek átrendeződtek. Ez a kereskedelmi és haditengerészeti zászló népszerű volt, és később nemzeti zászlóként is elfogadták a szárazföldön. Három dolgot érdemes megjegyezni. A trikolórt az 1917-es kommunista forradalom után hagyták el Oroszország nemzeti lobogójaként, amikor a cári család megbukott egy véres polgárháborúban. Ez a forradalom megnyitotta az utat a Szovjetunió kialakulásához is. Az eredeti zászló felülvizsgált változatát 1991-ben a Szovjetunió felbomlását követően fogadták el újra. Ezt a valamivel szélesebb és világoskék színű zászlót 1993-ban hagyták el, amikor az eredeti 1917-es zászlót visszaállították Oroszország nemzeti zászlajává. Az orosz zászlót a holland zászló ihlette, de maga az orosz zászló ihlette Kelet-Európa sok más országának tervezését is, amelyeket gyakran szláv országoknak tekintenek. A legjobb példa Szerbia, Szlovénia és Szlovákia.